A tárgyalás kezdésére vár Vicze Csilla és Péterfi Attila pécsi ítélőtáblán. Itt folytatódott másodfokon a pécsi polgármester személyiségi jogi pere, amit a civilek a meccsekért mozgalom szóvivője ellen indított. A bíróság meghallgatta a polgármester ügyvédjét, miért is kellene szerintük elítélni a civil aktivistát, valamint Vicze Csilla védőjét is, aki az elsőfokú felmentő határozat helybenhagyását kérte. Hirdetem a másodfokú bíróság ítéletét. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helyre hagyja. Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a másodrendű alperesnek 166.370 forint másodfokú eljárásban felmerült felköltséget. Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs. Ezután indokolta a tanácsvezető bíró a döntésüket. Mindenben megalapozottnak találták az elsőfokon hozott döntést. Ezt fejtette ki jogi érvelésben a bírónő. Péterfi Attila a másodfokú döntés sem fogadta el. A bíróság függetlenségét vonta kétségbe. A hazai jogsegély szolgáltatás sajnos nem bünteti azokat, akik hazugállításokat fogalmaznak meg, hanem mintha védené, vagy éppen bátorítani arra őket, hogy csak terjesszék ezeket a hazugságokat. A mi esetünk, az én konkrét esetem egy tipikus Fidesz propaganda, és a másodfokú ítélet egy tipikus példája annak, hogyan kell kiszolgálni a Fidesz igényeit. Arra a kérdésre, hogy szerinte fideszese a bírónő, ezért hozott ilyen ítéletet, azt válaszolta a polgármester, hogy nem tudja. Ezt tőle kellene megkérdezni. Közszereplőként, egy város vezetőjeként ilyet mondani, az több mint felelőtlenség. Így reagált a másik oldal védője Péterfi kijelentésére, hogy politikai döntés született a bíróságon. Nyilvánvaló, minket is érnek adott esetben bírósági ítéletekkel kapcsolatban csalódások, de Magyarországon a bíróságok, a bírói ítélkezés nagyon a rendjén van. Ha minden így működne Magyarországon, akkor egy csodálatos gazdaságunk lenne, és csodálatos társadalmunk lenne. Nekem ez a véleményem, és én 30 éve már járom a bíróságokat, én ezt tartom a véleményem. A bíró két dolognak van alárendelve, a jogszabályoknak, meg a lelki ismeretének, és a bíró független. Akkor van gond, hogyha a jogtól lenne független, de ez a helyzet nem áll fenn. Bölcs, megalapozott döntést hozott a bíróság, így értékelt az egyébként jogi végzettségű alperes. A bíróság megállapította, hogy Péterfi Attila vádaskodásával szemben én nem állítottam valótlant, ő állított valótlant, hogy én hazudtam. Ez fölveti egyébként a rágalmazás büntetőjogi tényállásának megvalósítását, és annak jogi következményei lehetnek. Mint ismert, Vicze Csilla 2019-ben az önkormányzati kampány idején azt a véleményt fogalmazta meg, hogy 3 millió tonna fát égettek el a pécsi hőerőműben Péterfi 7 éves igazgatói vezetése alatt. Ezt éppen az ő egyik előadása alapján következtette ki. Ezután nevezték el politikai ellenfelei tiltakozásként erdőégetőnek, amit hazugságnak és jó hírneve megsértésének tart. Ezért indított pert megválasztása után polgármesterként.